Sziasztok! Mindenkit üdvözlök ebben a mai videóban. A mai videóban nem másról lesz szó, mint a Vornich kéziratról. Mostanában elég sokat nézem Paxel tartalmait, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálhatni neki hasonló videókat, amihez igazából utakodó munka kell, és így otthon is össze lehet dobni, és viszonylag érdekes. Attól függetlenül, hogy a tartalmányt próbálom most a leszűkíteni erre a kis közösségre, a lélek, illetve itt vajdaságra, illetve az itteni értékeknek a megőrzésére, gondoltam néha csinálhatnánk ilyen kis egyszerű videókat ilyen különböző érdekes témákra, rejtélyekről. A dokumentum a nevét egykori tulajdonosáról, Wilfried Voynichről kapta. Voynich 1865. októberben született Telszi városában, az akkori orosz birodalomban. Lengyel-litván jómúli családba került ki. Az életéről annyit, hogy csatlakozott egy forradalmi szervezethez. 1886-ban, mikor egyik halálítélt társának kiszabadításával próbálkozott, letartóztatták és Szibériába küldték. Munkatáborba került. 1890-ben megszakadt és Londonba menekült. Megházasodott, majd hamarosan befejezte forradalmi tevékenységét, 1898-ban könyvesboltot nyitott Londonban, majd 1914-ben New Yorkban is. És itt kezdődnek az érdekességek. Voynich, mint antikvárius, igyekezett felkutatni minél több ritka számba vett könyvet. 1912-ben Villa Mondragonéban, Olaszországban megszerzett egy ismeretlen nyelven íródott középkori kéziratot. A becslések szerint a 15. század elején 1420 táján íratták. Az írat 234 lapból áll, melyből a számítások alapján hiányzik 42. Valószínűleg már Voynichhoz kerülésekor sem volt meg az összes oldal. A kutatások szerint a szöveg megírásához és az ábrázolásokhoz lúdtollat használtak. Korabeli ásványi és növényi anyagokkal színeztek, gyakran elnagyolt formákat használtak. A rajzok alapján a mű a korabeli filozófiák és tudományok összefüggésének ábrázolása, a nem tudományos elméletek megörökítése. Az évek során sok hivatásos kódfejtő és amatőr foglalkozott vele, főleg a brit és amerikai hadtengerészettől, de még csak részletét sem sikerült megfejtenie senkinek. Kudarcok okán híres rejtellyé vált a dokumentum, de sokan állnak amellett is, hogy a szöveg egy átverés, és nem kell benne értelmet keresni. A szöveg balról jobbra íródott. A hosszabb részek bekezdésekre vannak osztva, melyet néha pontokkal is megjelöltek. A vonalvezetés finom, amiből az következtethető, hogy a szerző tisztában volt azzal, amit papírra vetett. Nem úgy tűnik, hogy az ábrákat, a karaktereket ki kellett volna következtetnie az alkotónak. A szöveg 170 ezer írás sebből áll, amiből sok ismétlődik, valami nagyon ritkán fordul elő, és néhány szinte csak egyszer jelenik meg. A betűk a 15. századi ABC-es hasonlóak, de semmelyik nyelvhez sem köthetőek a szavak. Ezen kívül a csillagászati ábrák sorozata tartalmazza a hónapok nevét márciustól decemberig latinírással. Nem tudjuk, hogy ezek a latinul írt részek az eredeti szöveghez tartoztak-e, vagy később írták hozzá. A szöveg tartalmaz asztronómiai, herbáriumi, biológiai, kozmológiai és gyógyszerészeti témákat. Oldalanként különböző növényi ábrákat, esetleg kör alakú formákat, mesztelen emberi alakokat, térképeket, illetve valamennyi szöveget lelletünk fel. Most pedig lessük meg néhány feltételezést arról, hogy vajon ki is írta ezt a művet. Egyesek szerint a könyvszerzője Roger Bacon Firenzes szerzetes. Azonban a Yale Egyetem kutatói radiokarbonos módszerrel kimutatták, hogy az anyag, amellyel a könyvet írták, a 15. század elején készült, és kevés annak a valószínűsége, hogy a könyv anyagát annyi éven át felhasználás nélkül tárolják. Egy másik feltételezés alapján Leonardo da Vinci. Ugyanígy megdurni látszik azon tudósok véleménye, akik Leonardo da Vinci egyik fiatalkori művének tartják, mivel Leonardo 1452-ben született. Az első oldalnak egy 1921 előtt a Voynich által készített fotómásolata egy kutatónak feltűnt egy halvány szövegészlet nyoma. Mindezután kémiai eljárásokkal kikövetkeztetett egy nevet, amely nem volt más, mint Jacobus Sinapus. Még akadna pár feltételezett alkotó, viszont sokan gyanúsították magát Voynichot azzal, hogy ő készítette a könyvet. Hiszen volt ebben tapasztalata antikváriusként, és elismerést szerzett volna azzal, ha kiderül, hogy Roger Bacon egy elveszett és titokzatos könyve a birtokában van. Nos, nagyjából ennek a kéziratnak a története az ennyi lett volna. Nyilvánvalóan sokkal részletesebben is le van írva, és vannak még információk, de így elsőre gondoltam, hogy egy ilyen kis rövidebb videót készítek ebből.
Nekem tetszik ez a formátum, mint mondtam, csekkoljátok le Paxel videóit, hiszen nagyon sok hasonló tartalmat gyárt, és hát megikletett, úgyhogy gondoltam, hogy csinálok egy ilyet. Még olvastam egy cikket arról, hogy ilyen mesterséges intelligenciával egy-két részletet sikerült megfejteni ebből az egészből, és azt következtetik kitalálni, hogy héber nyelven íródott valójában. Ez egy pár éves cikk, most találtam valahol a kutakodás közben. Viszont én, az én véleményem szerint maradhatna ez az egész egy rejtély, hiszen mindig jó, hogyha az embernek van valami, ami tud kutatni és tud felfedezni, és az ember ez egy kíváncsi természetű lény, és mindig szeret valami újat felfedezni, és szereti azt, hogyha valami nincs, és meg tudja szerezni magának. Hogy is mondjam, sokkal jobb a cél felé vezető utat átélni, mint magát a célt megszerezni, vagy ami utána következik. Szóval az ember egy ilyen lény, szereti a valamit, mi emberek ilyenek vagyunk, szeretünk kutakodni, szeretjük, hogyha valamit nem tudunk, és azt meg tudjuk fejteni kemény munkával, habár már a mai világban ez is változik. Hát a szokásos feliratkozás, esetleg egy like, egy megosztás, az nekem mindenképpen nagy segítség, hiszen tudom olyan emberekhez eljutatni a tartalmakat, akiket ez érdekel. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez a videó ma is ennyi lett volna. Sziasztok!